annyira csúszik ez a telefon, hogy oda ne rohanjak, maradsz ott a helyeden, jó? Nyugodj meg, ott maradsz. Na, sziasztok, jó estét mindenkinek, remélem jó telnek a megemlékezések, mindenki elmet meglátok a szereteit. Na, ezen túlépve, ugye sok üzenetet kaptam Messengeren, kaptam jófogáson is rajta volt a hirdetés, hogy eladom a PS4-et. Minden esetre úgy döntöttem, hogy inkább offolom, tehát így a nagy nyilvános előtt azért nem válaszoltam eddig nektek, mert eladtam, egy videóban akkor elmondom, eladtam a PS4-et. Hát ismerősnek eladtam, mindegy is, hogy kinek, micsoda. Hát így volt a legegyszerűbb, nem vadidegennek, hogy bátver, nem berárt, küldi a pénzt, nem küldi a pénzt, stb. Stb. Így eladtam. Kész, el kell. Megkérdeztem, hogy kell-e valakinek PS4, és kellett, eladtam. Akkor felraktam a videót, másnap már tudtam adni. De nem jó vagy, oké? Legközelebb így kell kérdezősködni, hogy ismerősök közül, akár kollega közül is mondjuk, hogy nem kell valami eladó cucc, ami neked nem kell, akkor tessék, vigyed ennyi és ennyi. És akkor itt nem kell tálna föladni, jó fogáson, alkulni, meg ez nem jó. Nem mondod egy árat, odaadod a lóvét, odaadom a gépet, minden mihetet, vagy bármi mást érted. Így kell ezt csinálni. Megszabadultam tőle, nem az volt a baj, hogy nem volt jó a PSD, mert nem tudtam használni. Volt egy-két hét, amíg használtam, aztán ám ennyi volt, mert a Steam fiókon van rengeteg játék van. Akközben veszegettem új játékokat, stb. És játszottam rajta a gépen. És ugye megmondtam a PS4-et, ugye ott porosodott, mondom, akkor polcon porosodott, mondom, akkor úgyis fejlesztenem kell itt a kameraparkomat. Akkor mondom, eladom. Mindegy. Az a lényeg, hogy el kell. Na, nem dőjünk túl ezen. Aztán ennyi van meg a bárányfelők. Hú, nem is tudom. Történt valami nagyon a héten, ami más bejelentett, jó hír nekem, legalábbis nem eladtam a PS4-et, de jó vagyok, de jó vagyok. Hú, jövő héten jön a fizetés. Most nem tudom, hogy megvegyem-e végül is, amit akartam egybe. Nem várjak még karácsonyra, egy hónapot mindenképpen. Mind nézegetem, mindent nézegetem. Most eladtam ugye a gépet. Mondom, bejöttem, hogy GoPro Hero 708.000 forint. Mondom, hogy kijött a GoPro 849.000, mondom. Samsung Galaxy A70. Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro. Nagyon először mondom, az A70-esre fogom a voksomat letenni. Úgyse nagyon volt Samsung telefonom, sőt nem is volt, ha jól emlékszem. Nem volt. Nokia-n volt sok, megye meg Huawei. Jó lesz az a Samsung Galaxy A70. Jó, ennyi. Ennyi történt nagyjából, meg ugye a kerékpárom fejlesztés hajtottam végre, csak már felraktam az első, még a hátsó jó, ugye tönkre ment a világítás, hú, most belevilágítok a képembe, meg nektek is. Ennyi történt, mert nem kell világít, semmi nagyon dolog nem történt, velem azért nem nagyon fogok ilyen bejelentkezni, mert ugye így is a semmiről fogom megint pofázni, még most is, mert sorozatokat nézek, filmeket nézek, meg eljárok dolgozni, meg eljárok vásárolni, eljárok, most is voltam ruhát vásárolni. Amikor gondoltam, hogy fölöltözök, meg készítek képet, meg nem volt kedvem hozzá. Vettem két ruhát, hát nadrágot, jövő héten meg egy melegebb, még melegebb pulóvert veszek. Ennyi, egy pulóvert biztos veszek. Más nem nagyon mondom, mert még nagyobb beruházást ér ez a Samsung Galaxy A70. 99.000 forint. Tél van legolcsóbb helyen. Az kell nekem. Az lesz elsősorban. Hát azért választom azt, mert árérték arányban jobb szerintem, mint a Xiaomi. Bővíthető 512 GB-ig. Bővíthető, azt hiszem alapból 128-as, 6 GB RAM, 128 GB tárhely. Ha jól emlékszem, mindjárt behozom, de fejből be tudom mondani. Az akkumulátor, az üzemidő, a kijelző, minden klappol, úgyhogy nem nagyon volt Samsung telefonom, most lesz egy legalább, hogy meglegyen az, hogy nem mindig olyan telefont vegyek, mert ez is jó telefon volt, amikor még kijött, drága volt. Na.
140 ezer volt akkor a szolgáltatómnál, ahol vagyok, és 40 ezer ki kellettem fizetni, és akkor 100 ezer forint, vagy azt hiszem, hát nem akarok hülyeséget mondani, 100 ezer forintot ugye akkor részletre ki kell fizetni, 2930 forint. Egy éves telefonról van szó, ez azt hiszem egy éves. És még mondom, most fizette be 20 ezeret. Vagy akkor várjál mennyi, akkor drágább volt. Mindegy, rá se ráncsul, felejtsük el. Úgyhogy ezek után én nem fogok olyan hülyeségekbe belemenni. Basszus, hogy mindig veszek részletre valamit. Vagy laptopot, vagy bármit érted. Nem fogok venni, inkább kiválom, azt 2-3 hónap félre rakom, és akkor megveszem. Vagy abba az árkategóriába keresek a legelérhetőbb, legjobb és legjobb vételt eredményező terméket. Így jutottam az A70-esig, még a pénztárcámhoz tudok ahhoz igazolni. Ugye már eladtam a PS4-et, ugye plusz még én hozzárakok pár 10 000 forintot, és akkor tudom meg tudom menni az legjobb telefonomat eddig, amíg lehet. Tehát a kezembe fogni valaha. És akkor úgy lesz a legközelebb, ugye akkor már GoPro-t, ha nem, akkor majd megveszem. Még tudom én márciusra, amikor jön a jó idő, és akkor már lehet menni kerékpár. Biztos, hogy lemegy ugyanúgy a GoPro 8-nak az ára, mint a Hero 7-nek, vagy a GoPro Hero 7-nek az ára is, ugye az is 150-nél kezdődött, most már 107 ezer forintére kap egy 7-est, a 7 Black-et ugye. 8-as 150 ezer, le fog menni az ára, valószínűleg 20-30 ezer forintot biztos. Márciusi, hát ha nem, akkor így jártam, de nagyon jó a 8, még a 7-eshez is képest jobban stabilizál. Én azért akarok a GoPro 8-ashoz nyúlni, mert az nagyon jó stabilizál, de a kerékpáros felvétel nem mindegy, hogy rezeg a kép, vagy még külön gimbal kell használni, ugye, hogy a telefonnal itt vagy, akkor egy kis kamera, belefér a tenyerebe, minden, így ekkora az egész kis szar, nem fogod. Aztán mész vele, azt mondom, veszel hozzá egy kis markolatot. Ennyi gyakorlatilag ez a GoPro-nak az előnye. Hátránya, azért olvasgattam, hogy nagyon hamar lemerül. De hangja is jó, hát nézegettem külföldi teszteket, ugye nagyjából most csak azok vannak. Ilyen magyarok még nincsenek egyelőre, de biztos, hogy ki fognak jönni. Akkor azokat is megnézem, de az mondom, 3 hónap, félre rakok 50 ezer forintot, remélhetőleg. Félre tudok annyit rakni, ha nem veszek múlva, nem veszek mindenféle hülyeségeket. Félre tudok rakni 50-100-150 plusz ugye a microSD kártya, az is van ára. Ugye ahhoz kell akkumulátor, mindegy az majd jövőre, egyelőre mondom, ez a telefon meg lesz éve, ez az új A70-es. Ennyi történik, ezeket böngészem, nézegetem a YouTube-on a összehasonlító videókat, akkor zárókeresőnél beírom a véleményeket, hozzászólásokat. Nagyon dicsérik ebbe az A-kategóriába az A70-et. Akkor jó lesz az nekem. A vonalás az tökéletes lesz, jobb lesz, mint ez a telefon. Nyilvánvalóan meg jobb képeket készít, meg jobb felvételeket. Király lesz. Mondom, veszek rá még tokot. Első ugye, előlapít, hátlapít tokot is veszek hozzá. Aztán már a nagyobb berázatére GoPro jön. Egy 7 vagy 8, azt is meg fogom venni. De mondom, ezen gondolkodok, most az másodlagos, ugye a milyen telefon 100 ezer forint max. Tehát nálam ez a szint most, ugye. Amíg tudnék többért is venni, de minek vegyek, mert úgyse használom ki, amire valók ezek a Mate 20 Pro, amiket mondtam. 100 ezer forint kategória az még vállalható, költségügyileg is, stb. És még másra is jut pénz, ugye. Nem leszek mohó, nem leszek kabzsi. Videó is csak 3 nappal ezelőtt készült rá, érek én itt videózgatni nyugodtan, amikor én kedvem tartja. Most is a semmiről beszélek, ugye, nem történt semmi. Bevásárolok tényleg, azt is, abból is tegyen videó, nem sok mindent vásárolok. Ja, hogy ezek vannak, még valami más, ami még nagyon fontos, nincs semmi, ugye? Ja, hogy... Legközelebb is az lesz, hogy én nem fogok, hát hogy minden eladok valamit, tényleg az lesz, hogy szólok ismerősnek, kollégának, hogy nem kell valami. És akkor el tudom úgy adni. Na, ennek most nagyon örülök, hogy sikerült, tényleg. Megszabadultam ettől a PS4-től, kár volt megvenni. Nem kár volt, de
az ő kiadása zólt bele, nem sokat vesztettem az értékéből. Egy jó pénzért el tudtam adni. Na, marad a PC, kész. Ezen eljátszóhatok, aztán csókolom. Viszont látásra. Nem? Azért meg tényleg, hogy prémium játékok jönnek ki a PS4-re, azt se használnám ki. Fellángolás volt, megvettem. Játszottam vele egy-két hétig, ami a kezembe volt a játék, amit kaptam. Nem vettem rá előfizetéssel, meg Watch Dogs-tól kezdve, a GTA-n keresztül, RTS, Alt és minden keresztül, SimCity-től kezdve, minden már egyéb, ugye az Originen is megvannak egy-két játék, akkor az Steam fiókomban is megvan sok játék. Akkor minek? Mindegy, kipróbáltam, na, ez van. Na jó van, gyerekek. Sok mindenki, sok mindent vár, hogy gameplay legyen, meg sok WoW, meg mindenféle, minden időben jó, minden pénzbe kerül, ugye, amit én meg tudok tenni, anyagilag azt meg tudom tenni, saját fejlesztésem, amit tudok. Ennyi, jó, várjatok türelemmel, ott vannak a nagy videósok, kész, akiket tudtok nézni, akik ők nagyon tudnak játszani, profi. Én nem tudok streamelni nagyon, mert minőséget meg legyen, nem akarom venni, így is jön. Legtöbb játékot úgy tudom játszani, hogy visszaveszek nagyon a minőségből, ugye. Még elindulom az OBS-ről, hogy videófelvevő programmal a képen, hogy megy a játék, akkor biztos szar lenne a kép. Az tuti biztos, úgyhogy én meg azért nem erőlködöm. Ugye a vlogolás téren is nem erőlködöm, mert minden nap lesz videó, amikor kedvem tartja. Na. Még egyszer, örömhír, PS4 eladva. Ugye. Na. Én megveszem az új telefont. Remélem. Nem gondolom, mert magam majd következő hónapban félrakom azt a pénzt. Lehet, hogy az lesz. Ugye nálam sose lehet tudni. Ugye nem az a lényeg, mint mondok a videóban, hanem mit cselekszem a való életbe. De ezt kéne megtanulni sok embernek. Ez a vlog, hogy kimondom, amit gondolok, fölrakom. Nem kell elhinni, azt kell elhinni, amit kamerában én elmondom, és itt van a kezembe. És kész. Nem azt kell elhinni, amit én mondok. Én csak mondom magam, amit abban szert minutumban azt gondolom, és kész. Nem. Ugye ez az én csatornám, ide szeretnék azt feltölteni, amit akarok. Nem erőltetem, ha nem megy. Érted? Most nem akarom törölni magam. No. El vagyok én itt a YouTube nélkül, csak az utcán is találkoztam emberekkel a Messengeren is írták, hogy tér vissza. Ez van. Most nem tudok mit csinálni. Na jó van, gyerekek, sziasztok. Legyetek jók, majd találkozunk legközelebb. Sziasztok. A hétvégi ez, ami még maradt. Töltsétek tartalmasan, aztán majd valamikor csak jelentkezem. Sziasztok.